Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziget Közt TV Random című műsora, Nemes Klaudia vagyok. Mai tartalmunkból összeállítást láthatnak a nyári forgatásainkból, valamint egy beszélgetést meghívott vendégemmel. A Mária Kálnoki Levendulásban forgattunk. Nézzék meg összeállításunkat! 2019. június 15-16-án, mindjárt a nyár elején a Kálnoki Levendulás második alkalommal nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. Már első hangzásra megüti fülünket a történet, eszünkbe jutnak egyből a tihanyi, pannonhalmi apátság szerzetesei, akikről évek óta tudjuk, hogy komolyan foglalkoznak a növénnyel. Az első világháborúban kórházakban használták a levendula illóolaját. Gyakran használják más növényekkel együtt az aromaterápiában. A levendula virágokkal töltött párnácska segíti az alvást és az ellazulást. Nyugtató tea keverékekben szintén megtalálható. De mi inspirálta a kálnoki levendulás megálmodóit? Egy alternatív növényt kerestünk, ami viszonylag kis területen is tud valamilyen hasznot hozni. Az egésznek az alapötlete az volt, hogy mi vetőmagot szeretnénk ebből előállítani. Hát azt még nem csináltunk, azonban tavaly évben kitaláltuk, hogy hát itt van ez a szép mezőnk, valamit azért mégis érdemes lenne köré szervezni. Így aztán a gyönyörű mező mellé családi programot szervezett a tulajdonos, hogy még vonzóbbá tegye az érdeklődők számára. Kitaláltuk azt, hogy csinálunk egy ilyen kis szedd magad mozgalmat, mi ezt az egészet úgy gondoltuk még tavaly évben, hogy mi kijövünk ide egy kis sátorral, és akkor tőlünk lehet venni levendulát. Hála az égnek, azért úgy, ahogy így híre ment interneten, meg itt ott, amott, megkerestek egyen-ketten, megkerestek páran, és ők is szerettek volna hozzánk csatlakozni, hogy jó dolognak tartották ezt. Olyannyira, hogy a sok kiállító árus mellett úgy látták a környék rendezvényeiről már jól ismert példa egyesületnél is, hogy egy alkalmas helyszín lehet ez számukra, hogy önmagukat, a tevékenységüket népszerűsítsék. A mindig sikeres gyerekprogramok mellett ezúttal is megtalálták a jótékonykodás lehetőségét. Megszólítottuk a közönséget, aki ide ma kilátogat, hogy hozzon magával lehetőség szerint valamit, mondjuk egy füzetet, egy ceruzát, vagy valamilyen olyan dolgot, ami iskolakezdéshez jó lehet, akár egy használt, de jó állapotban lévő iskolatáskát is. És már kaptunk is néhányat, remélem, hogy készítettek róla egy-két felvételt. Jártak nálunk jó néhányan, akik erre is gondoltak, és tényleg hoztak valamit a rászoruló gyerekeknek is. A rendezvény híre messzire ment, busszal is érkeztek résztvevők, valamint a helyi érdeklődők is tettek egy sétát, hogy megnézzék, megkóstolhassák, kipróbálhassák, akár leszedjék a kis csokor levendulájukat. Mutatós, jó illata van neki, előzi a molyokat, meg hát a gyógyító hatása. A levendulát a kereskedelmi termesztésben főleg az illó olajáért termesztik, aminek fertőtlenítő, gyulladás csökkentő hatása ismert. Illatanyagként a kozmetikai iparban hasznosítják. A virágok bőséges nektárt adnak, amiből jó minőségű méz állítható elő. A virágokat lehet kandírozni, néha sütemény dekorációként használják. A csokoládés desszertekhez különösen jól illik. Fekete és zöld teához is szokták keverni ízesítőként. Ha érdekel minket, számtalan receptet találhatunk az interneten. Ezekre alapozva a tulajdonos is összeállított feleségével egy kis termékskálát, amit itt már be is tudtak mutatni. Készítettünk már levendulaolajat, illetve levendulavizet. Idejében már sikerült megszerezni az engedélyt, hogy tudjunk készíteni még egyéb levendulás termékeket. Van már levendulaszörpünk, levendulazselénk, levendulás vajaskeksz, édeskeksz, valamint sóskekszünk is már. A termékeiket egyelőre, de talán hosszabb távon is csupán kis mennyiségben készítik, hiszen számukra nem ez a meghatározó. A céljuk, ahogy korábban is hallhattuk, hogy a levendulát learassák a magjáért. Erre viszont a második virágzás alkalmával nyílik lehetőség. Az első virágzás továbbra is a közönségé, az érdeklődőké lesz elsősorban. Ugye eddig még csak úgy hívjuk ezt az egészet, hogy szedd magad, amit már jövőre szeretnénk fesztivállá avanzsálni. Én szerintem a fesztiválhoz zene is kell, és ha minden jól megy, jövőre már zenénk is lesz. A kiállítókat lehet, hogy megduplázni, de azt már nem biztos, mert azért elég jó mag alakult itt ki. Nem lehet még tudni, hogy mit hoz a jövő.
Megérkezett stúdiónkba első vendégünk, dr. Tóásolné Gáspár Emma, a Mária Kánok polgármester asszonya. Köszöntelek szeretettel. Az első szó a köszöneté a mai beszélgetésben, hiszen Mária Kánok első szóra a Szigetközt TV mellé állt, de nem ez az első, hogy Mária Kánok segíti a helyi médiákat. Mi volt az indok, hogyan alakult ez, hogy az önkormányzat elsőre megszavazta ezt? Amikor az Illikó megkeresett, én azon nyomban igent mondtam. A döntés természetesen a képviselőtestületé volt. Ennek több oka is van. Az egyik oka, hogy én nagyon fontosnak érzem, hogy az önkormányzat az információáramlást biztosítsa a lakosság felé. Sajnos ez az elmúlt években kicsit gyengébben sikerült annál, amit szerettünk volna. Megszűnt a Mária Kánok újság. Ez annak volt köszönhető, hogy nem volt, aki tartalommal töltötte volna meg. Korábban volt egy Fogadóra című műsor, ami a Falu TV-n keresztül került el a lakossághoz. Az is megszűnt, annak egyéb más oka volt, és a közmeghallgatáson kívül és a személyes egy emberrel való találkozáson kívül nem volt más olyan lehetősége az önkormányzatnak, hogy az eredményekről, bosszúságokról, az információkról beszámolhasson a lakosságnak, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy megtehessük. A másik oka az volt, hogy bármilyen jó kezdeményezésnek Mária Kálnok adhat otthont, ez nekünk dicsőség. Viszi a falu jó hírnevét, és egyáltalán a nevét megtanulják más településeken is. Rendben, köszönjük szépen minden esetre. És akkor nézzük is a Mária Kálnoki híreket. Mi történt itt a nyáron? Új orvosi rendelő épül? Így van, a Magyar Falu program pályázatán orvosi rendelő felújítására pályáztunk. Korábban egy topos pályázat keretében egy új orvosi rendelőt szerettünk volna építeni, az a pályázat nem nyert támogatást, de ez az orvosi rendelő felújítás viszont igen. Ez nagyon sürgős volt és nagyon égető, ugyanis az ANTS főor, aki most már nem ANTS, hanem népegészségügyi osztály, főorvos asszonya, amikor nálam járt és meglátta, hogy a mozgássérültek a hivatalon keresztül jutnak be az orvosi rendelőbe, akkor azon nyomban mondta, hogy bezáratja a rendelőt. Nagy nehezen és kérelemre egy évvel meghosszabbította a bezárásnak a tényét, és ez a pályázat rendkívüli lehetőséget adott ahhoz, hogy a mozgáskorlátozottaknak az utcafront felől egy lépcsőlifttel bejutást biztosítsunk, egy korszerűtlen épületet szigeteléssel és egyéb technikai módon úgy meg tudjunk oldani, hogy a költségek csökkenjenek. Ugyanakkor a doktornőnek orvosi eszközök vásárlására 3 millió forint a rendelkezésére áll. Így aztán a pályázat, mivel támogatást nyert, szeptember 2-án kezdődik a munka, és nagyon remélem, hogy november végén a doktornő visszaköltözhet, és egy jó, korszerű, felújított rendelőbe tudnak a betegek várakozni és gyógyulni. Akkor mindenképpen visszatérünk, hogy megnézzük az akkori állapotokat. Az orvosi rendelőnek a felújítása, átalakítása mennyiben érinti a védőnői szolgálatra kialakított területet? Egyáltalán nem zavaró, hiszen ők hosszú-hosszú évekig egy területen az orvosi rendelőben dolgoztak, amit aztán szintén a főorvosasszony megkifogásolt, és azt mondta, hogy ha nem oldjuk meg a védőnő elhelyezését valahol a községben, akkor megszünteti a védőnői szolgálatot Mária Kálnokon, és a Mária Kálnoki anyukáknak Mosonmagyaróvárra kellett volna tanácsadásra járni a gyerekükkel. Megijedtem, megmondom őszintén, mert nem rendelkezünk mi akkora szabad, felhasználható pénzösszeggel, hogy mi egy orvosi, egy védőnői tanácsadó helységet saját forrásból kialakíthattunk volna. És ahogy én ezt elpanaszkodtam, nem jellemző rám a panaszkodás, de ez tényleg az volt, néhány helyi vállalkozónak, magánembernek soha nem látott összefogás jött létre az ablakok gyártásától, beszerelésétől, fal, gipszkartonnal való falat, tehát minden kisipari
szakmunkát ingyen és bérmentve végeztek el helyi lakosok, és én ezért borzasztó hálás vagyok, és visszaadták a hitemet abban, hogy jó célért összefognak az emberek és segítenek. Úgyhogy így a védőnő kulturált körülmények közé kerülhetett, vagy kerülhet majd, hogyha az orvosi rendelő visszaköltözik a rendelés a saját helyére, és ez egy borzasztó, borzasztó jó dolog, amiért én hálás vagyok. Most viszont nézzünk egy könnyedebb témát. Augusztus elején volt nálatok egy falunap, ahol kiemelted a közösségi összetartozást Mária Kánokon, valamint tettél egy ígéretet is. Mi volt ez? Így van. Az ígéret arról szólt, hogy el fogok látogatni a futballmérkőzésekre. A Facebook oldalon figyelemmel kísérem mindig a Mária Kánoki csapat eredményeit, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen jó eredménnyel szerepelnek. Az önkormányzat támogatja is a forrásaihoz mérten a sportegyesületet anyagilag is, nem csak erkölcsileg, és nem csak a rezsiköltségek fedezésével, főnyírással, egyebekkel, és most már személyesen is el fogok menni, amit éppen ma kértek tőlem számon, hogy mikor kezdem. Én nagyon kedvelem a sportokat, és fiatal koromban sportoltam is aktívan, de valahogy a futball kimaradt az életemből, és ezt most szeretném pótolni. Én azt gondolom, hogy alkalom lesz rá, és az őszi idényben ki fogok látogatni a mérkőzésre. Ezt is nyomon fogjuk követni, ezt pedig még érjük meg. Jó, és van még egy témánk, ami elkerülhetetlen, és nagyon sok érdeklődő és kérdés van ezzel kapcsolatban, ez pedig az új lakóövezet. Mit kell erről tudnunk? Az Aranyos-sziget néven ismert területen, a Malomdülővel szemben lévő oldalon az 1406-os számú út melletti több hektáros terület egy részén, amire Mária fürdő épült volna, illetve annak egy bizonyos területén épül egy lakópark magán beruházásból, de ez egy olyan lakópark lesz, ahol a zöld felületkezelést és egyéb ilyen jellegű munkálatokat a befektetőt fognak elvégezni. Tehát nekünk a rendezési terv módosításának elvégzésén adminisztratív teendőink kívül más teendőnk nem volt. Ennek költségét természetesen a befektető vállalta. Ott egy olyan lakóegység alakul ki, amely a termálvíz hőenergiáját, hőmérsékletét kihasználva fűtésre, melegvíz felhasználásra alkalmassá válik. Ez az egyetlen egy olyan terület Mária Kánokon egyébként, ahol a jelenlegi képviselőtestület sorházas beépítést engedélyez. Elnézést, nem tudok. Tesszük ezt azért, mert szent meggyőződésem, hogyha egy kialakult lakóövezetbe költözik valaki, akkor azzal számol, hogy ott családi házak között fogja leélni az életét, és nem egy sorházas beépítésben. Ugyanakkor egy újonnan kialakult lakóterületen, aki telket vásárol, ő tisztában van azzal, hogy ott sorház is kerül felépítésre. Senki nem érzi magát becsapva, hogy nem erre számított. Nagyon várjuk egyébként ennek a területnek a benépesedését. Most már Mária Kánok lakossága 2000 fő fölé került, és ez a lakó terület, hogyha benépesedik, akkor egy 800 fővel még számolhatunk, ami nekünk infrastruktúrálisan nem jelent terhet, hiszen Moson-Magyaróvár a legközelebb eső település az ott élőknek, és nyilván munkába, járás tekintetében is azt a szakaszt fogják figyelembe venni, tehát mi forgalom megnagyobbodásra, óvodai férőhely hiányra nem számítunk. Ha valaki érdeklődik, akkor ezt az önkormányzatnál teheti, vagy közvetlenül a beruházót keresse? Közvetlenül a beruházónál, ha felhívnak, akkor én szívesen megadom a számukat. Rendben. Jó. Októberben önkormányzati választásokra készül az ország. Ezzel kapcsolatban lesz még műsorunk, ahol ez lesz a témánk, erről beszélünk. Most viszont csak egyetlen egy kérdés erejéig, ezt nem tudom megkerülni. Számíthatnak-e rád a Mária Kánoki választópolgárok? Természetesen számíthatnak. Nagyon sok elképzelés van még, amit szeretnék megvalósítani. Nagyon sok mindent nem tudunk még a pályázati lehetőségek közül, hogy mit fogunk még elkészíteni, de minden esetre én azt gondolom, hogy amíg érzem a lendületet és a tenni akarást magamban,
addig indulok, és hogyha nekem bizalmat szavaznak, akkor nagyon szívesen csinálom tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig a nyári szúnyoginvázióról vetített kisfilmünket ajánlom figyelmébe. Télen a nyarat vártuk, hidegben a meleget, és a meleg meg is érkezett. A szigetközi elárasztás és a sok eső után rengeteg szúnyog társaságában. Idén a már megszokott, szinte elvárt mennyiségen is túlléptek a vérszívók a sok pangóvizes terület miatt. Volt lehetőségük szaporodni. Próbára tették a lakókat. Nagyon-nagyon kellemetlen, de azért mi tudunk ellene tenni. Aloéval kenjük magunkat, isszuk, esszük. Szerintem fontos az étrendkiegészítő, de úgyis zavaró. Tehát azért minket csípni nem csípnek, egy-kettő, de borzasztó, ahogy kisgyerekeknek mutatják, hogy micsoda hólyagok keletkeznek. A polgármesternél is forró drót volt, panaszok áradata zúdult rá a kellemetlen rovarok miatt, ő pedig szinte tehetetlen. Jelzi az érintett konzorciumnak, amelyik végzi a szúnyoggyérítést, hogy nem megfelelő a területnek a bejártsága, tehát nem minden utca érintett a földi szúnyoggyérítés kapcsán, illetve a légi szúnyoggyérítéskor a repülőgép nem repül a teljes belterületi szakasz felett. Ennél többet nem tehetünk, nem mi rendeljük a szúnyoggyérítést, nem mi határozzuk meg annak az időpontját, nem is mi fizetjük, ez tény, észrevételt tehetünk. Ugyanezt tudtuk meg telefonon a katasztrófa védelem megyei vezetőjétől is. Nagyjából 3 éve nincs ráhatásuk tehát a településeknek a szúnyoggyérítések gyakoriságára, időzítésére, de megyei szinten a katasztrófa védelem sem tehet semmit, javasolhatnak. Ráadásul gyérítés csak belterületen zajlik a vizes élővilágtól meghatározott távolságra, onnan tehát jöhet bármikor az utánpótlás vérszívókból. Amíg mi azelőtt a szúnyogcsípések után csak vakaróztunk, ma már nagyon sok esetben ugyanezek a csípések allergiás reakciókat is produkálnak. Szerintem egyrészt változtak a gyerekeknek az allergiás hajlamai is, de úgy tudom, hogy változtak a szúnyogirtási módszerek, és nem bizonyítani nem tudom, de valószínű van összefüggés. Amit mi látunk az, hogy nagyobbak ezek a duzzanatok, mint 20 évvel ezelőtt. A kezelési módokban nagyon nagy különbség nincsen, tehát vannak krémek, amiket lehet használni a gyulladás csökkentésére, lehet helyileg hűteni, leragasztani ezeket a szúnyogcsípés helyeket, hogy ne vakarják a kisgyerekek, akik nem értik meg, hogy nem szabad vakarni. Ezen kívül lehet cseppekben antihisztamint felírni, ami szintén a vakarási hajlamot csökkenti. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által kiadott tájékoztató szerint a permetszer esetleg a méhekre lehet hatással valamennyire, ezért az önkormányzatokat még idejében értesítik, hogy tájékoztatni tudják az illetékes gazdákat. Hát én igazából az enyémet nem vettem észre, tulajdonképpen az enyém kint vannak külterületen, úgyhogy oda már nem repülnek a gépek. Emberre, ha nem közvetlenül érintkezik a permetszerrel, nem ártalmas. Közvetlenül a permetezés ideje alatt azonban érdemes becsukni az ablakokat, mert zárt térben lassabban bomlik le az anyag. Szabad téren ez pár másodperc. Ellátogattunk Lipótra, ahol aznap este is sorakoztak az AN-2-es repülőgépek pilótáikkal, hogy felrepülhessenek. Érkezésünk után hamar el is árulták, miért is hívják ezt szúnyoggyérítésnek. Na de viccet félretéve, mint megtudtuk, nagyon sok tényezőnek kell együtt állnia ahhoz, hogy esténként ezek a gépek felrepülhessenek. A természeti tényezők közül az eső, a szél és a nagy meleg, ami akadályozhatja a munkát. Az esőben semmi nem repül, a szúnyog sem. A szél a permetező szert viszi el, így sajnos nem lehet pontosan kiszámolni, hol is kellene kiengedni azt, hogy a megfelelő helyen szóródjon, ne a tiltott helyen, lakott területen kívül, vagy épp Pozsonyban, bár utóbbiak biztos értékelnék. És a helyi szúnyogok. A nagy melegben, és így a korai napszakokban, még a szúnyogoknak is melegük van, elbújnak. Nem éri őket a permetező szer. Vannak tehát napok, amikor nincs lehetőség repülni, bármennyire is muszáj.
Az egyik ott tartózkodó úriember azt is elárulta, hogy bár ezek a közel 1000 lóerős monstrumok 200 liter benzint is megehetnek óránként, mégis a mai napig ennél jobb gépet nem tudtak alkotni erre a munkára. Június utolsó napjaiban aztán végül minden adva volt ahhoz, hogy a szigetköziek életét kicsit megkönnyítsék. Megtették az utolsó köreiket a térség felett, lepermetezték Szigetközt. És továbbálltak, hiszen az ország távolabbi részeiben is türelmetlenül várták már őket. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm figyelmüket!